hogy jó legyek, üdvársam odalán. Oly sok a harc, a küzdelem, de győzelem vár rám. Kamra hív a messzeség, így megismerhetem. A pokémonok fűszívén, meg így ver, oda ver. Sziasztok! A Badi, mint láthatjátok, a szigetet sem hagyta ki, Kristóf hátán cipeltette be magát. Kristófnak két álma volt, az egyik, hogy bodyguard, a másik, hogy Pokémon mester lehessen. De a szigeten mindkettő valóra vált. Melyik Pokémon lennél te? Mindenképpen Pikachu. Na, hát ezt örömmel hallom, hiszen a Badi, ami a nyakomba van, az fel van öltöztetve egy Pikachu elvezben. A Telekom Pikachu-ban Matt Alekszovics, az őrült videókat készítő őrült videós ült. Hát sziasztok, Alekszovics vagyok, egy vlogger, aki nem vlogol. Nézzük is meg élesben, hogyan vadászik Pokémonokra a szigeten Kristóf Kecsem. Itt van még egy buddy. Akkor ott, hogy elkapjuk ezt a buddy-t? Van nálam egy pokélabda, nézd! Kecsa! Egy nagyon kicsi a CP-je, tudunk még fogni erősebbeket is. Hát akkor mindenképp. Gacsa! Úgy visszabújt a páciába, mint egy Squirtle. Vizet is tudsz lőni, cimbora? Please, give us a hug. Várjál, megőrültek. Hát itt, Jézusom, itt egy Squirtle, meg egy Blastoise, te jó Isten! De a Pokémon mesterek ugyanolyanok, mint bármelyik más átlagos fiatal, lételemük a kultúrát szórakozás. Nem, mert menjünk bulizni, figyelj, vannak netálósok. Bele duratottanak egy táncpárba, de oda néz! Ezt elfogom veszteni, jó? Na, te jössz! Teljes őrület van, oda néz, meg van őrülve a pali! Az igen! Yeah! Oh my god! Bence, ezt teker már vissza! Nem ismerem Matt Alekszovics magánéletét, de abban biztos vagyok, hogy ennyire rövid idő alatt ennyi szeretetet még soha életében nem kapott. Még a kamera is bepárásodott. Egy könycsepp volt az arcodon, és tudtam, hozzám tartozom. Az első szó, a pillantás. I'm not gonna wash my face for a while. Igen, annyi puszit kaptam, hogy tiszta rúzs lett, le kellett törölni a képernyőt. De egy videó sem lehet úgy teljes, hogy nem tanultunk belőle valami fontosat az életről. Következzen a lelki útra való. Egy ilyen bonyolultabb beszélgetésbe szeretnél bonyolódni egy rabbival? Itt a szigeten? Csak úgy kérdezem. Hello! Itt van, látod? Mire vagy kíváncsi? Mi az, amit mindig meg akartál kérdezni? Szerinted egy rabbi szerint mi az életértelme? Nagyon jó kérdés, az életértelme nagyon-nagyon nehéz kérdés, de valóban zsidó vallásos ember szempontjából az életnek az értelme az, hogy a Tórában leírt parancsolatok szerint éljünk, ami szám szerint 613. Ezáltal a kapcsolatot keressük az örökké valóban. Kielégítő választott fel. Minden jót! Szalom! Badi nyári kalandjai befejeződnek, de az interneten örökké élnek. Köszönjük, hogy elkísértétek őt. Sziasztok! Bejártam 100 határt, véled jó barát, taníts, én megtanulom, erőt mi nagy hatalmat.